Sziasztok! Ez itt a Mark My Professor University. Érdekes tanárok, tantárgyak, karrier, tudomány, sport. Interjúk hírességekkel, tudós emberekkel és nemrég még az iskolapadban ülő már a sikeres fiatalokkal. Tanácsokat hallhattok tőlük, hogyan legyetek ti is azok. Sziasztok! Fejér Katalin vagyok, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, illetve a Digital Identity Agency Magyarország kutatási és fejlesztési vezetője. Amivel foglalkozom, jelenleg az egy úgynevezett empirikus kutatás, azaz nagyon gyakorlati és mondjuk úgy, hogy a dolgok mélyére néz, mi történik körülöttünk a digitális világban. Ez egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy digitális identitás. A digitális identitásnak az a lényege, hogy folyamatosan nyomokat hagyunk az online térben, különböző adatbázisokban, különböző keresőkkel megtalálhatóak vagyunk, illetve a közösségi médiában is rendszeresen hagyunk nyomokat, sőt, mások is hagynak rólunk nyomokat. Aki most ilyen, mondjuk úgy, hogy hallgató egy felsőoktatási intézményben, végzős valamelyik oktatási intézményben, nyilván felteszi magának azt a kérdést, hogy mi is akar lenni később, illetve ezek a tervek mennyire valósíthatóak meg éppen, ahol él, amilyen lehetőségei vannak, és így tovább. És amikor ezeket a kérdéseket felteszi magának, akkor el kell gondolkozni azon is, hogy vajon ő róla, hogyha elkezdenek keresni információkat az interneten, akkor mit találnak. Ugyanis mielőtt bejelentkeznek mondjuk egy önéletrajzal egy vállalathoz, előtte még kell gondolni azt, hogy mondjuk ott a HR-es esetleg meg fogja nézni, hogy mi szerepel róla a Facebookon, mi szerepel róla egy kereséssel, és így tovább az online térben. Azért is izgalmas ez a kérdés, mert csináltunk egy olyan kísérleti órát a Budapesti Gazdasági Főiskolán a múlt fél évben, ahol gyakorlatilag a már végzett hallgatók találkoztak a még rendszerben levő hallgatókkal, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy mennyire különböző stratégiákat alkalmaztak. Volt, aki nagyon tudatos volt, és felépítette gyakorlatilag az úgynevezett én márkáját. Megjelenítette önmagát úgy, mint egy érték a munkaerőpiac számára, és ez mondjuk úgy, hogy jól is sikerült, hiszen viszonylag gyorsan sikerült elhelyezkedni. Volt, aki jelezte, hogy elhelyezkedett viszonylag gyorsan, viszont a munkáltatója kérte tőle, hogy az elmúlt évek parti fotóit, buli fotóit, különböző vidám képeit, azokat egy kicsit úgy szelektálja, vagy legalábbis ami egy kicsit kompromitáló, vagy szélsőségesebb, azokat tüntesse el az internetről. Zajlik az említett kutatás a Budapesti Gazdasági Főiskolán, ami pontosan azzal foglalkozik, hogy a hallgatók mit csinálnak ezen a területen, sőt foglalkozik azzal is, hogy mit csinálnak középvezetők, döntéshozók, illetve vállalatvezetők ezen a területen. És nagyon érdekes összehasonlítani a kettőt. A hallgatói kutatás az több felsőoktatási intézményben zajlik, a vállalatvezetői, döntéshozói kutatás is nagyon széles palettán különböző iparágakban. És azt lehet látni, hogy most egy olyan időszakot élünk meg, amikor közösen tanuljuk ennek a dolognak a lényegét, közösen tanuljuk meg ennek a veszélyeit, vagy akár az előnyeit. Tehát érdemes ezt a bizonyos énmárkát úgy építeni, hogy kellően koncentrált legyen, jól kontrollált, és csak azt mondja, ami mondjuk úgy, hogy a valóságban is igaz, mert ha túlságosan eltér a két kép, akkor az hosszú távon visszajöhet erre a bizonyos felépített énmárkára. Nem mindegy, hogy valaki folyamatosan a Facebookon van, vagy mondjuk a LinkedIn-re. Az említett vállalatvezetői kutatásban például kiderült az, már ez a kutatás még nem teljesen zárult le, de már láthatóak ezek az eredmények, hogy jellemzően a LinkedIn sokkal többen használják professzionális vagy szakmai célokra, mint például a Facebookot, a döntéshozói és vállalatvezetői székből. Akik viszont mondjuk, hogy a fiatalságukat élik, diákok, ők elsősorban a Facebookra hagyatkoznak, azok nagyon sokan nem is hallottak még a LinkedIn-ről, viszont azok, akik már végzősök, azok sokkal inkább képbe kerültek, és ha hallanak róla, akkor belátják azt az érdeküket, hogy érdemes volt egy minél alaposabban feltöltött profilt létrehozni. Hasznos lehet, hogy valaki én már akar építeni, blogot írni akár, ezt el lehet dönteni, hogy ezt egy külön blogmotoron írja, vagy valamilyen közösségi oldalon hozza létre, de ha szeretné, hogy az ő neve forogjon abban a témában, és úgy érzi, hogy tud írni, jó tud, hogy ez
borzasztóan fontos, mert csak úgy írni nem praktikus, hogy ha az nem sikerül, akkor ez mondjuk úgy, hogy nagyobb csapra, mint előny. Aki nem annyira szeret írni, viszont szereti a friss híreket összegyűjteni, annak például nagyon jó felület a Twitter, ahol ha magas számú követőt elér, az is előnyös lehet. De hangsúlyozom, hogy ezek az építkezések, illetve ezek a végiggondolások, ezek akkor praktikusan, hogy valaki olyan célokkal rendelkezik, hogy szeretné magát láthatóvá tenni. Ha valaki viszont láthatatlan akar lenni, mert például nem social media manager, és megmutatni, hogy ő milyen jó ember, vagy nem egy olyan területen akar dolgozni, ahol ez bármilyen módon előnyös, akkor azt kell végig gondolnia, hogy hogyan tudja a legkevésbé láthatni magát. Vannak olyan szakmák, ahol ez kifejezetten cél. Lehet ez cél akár egy informatikai területen, de akár a nemzetbiztonsági területen is. Tehát el kell dönteni, hogy ki merre szeretne menni. Persze ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én sem tudom megmondani, hogy 10 év múlva hol leszek pontosan és mit fogok csinálni. A mai világ már nem feltétlenül ilyen, de azért terveink vannak, és ahhoz mérten érdemes időseket hozni. Írd meg nekünk, kit látnál szívesen egy következő részben. Ha tetszett az interjú, ne felejtsd el megosztani.